Jenkins! Igen, uram? Mit fog csinálni, ha visszatér Angliába? Szerintem a mama gondját fogom viselni. Miért? Saját családja nincs? Nem nincs, csak a mama. De Dorothy, a feleségem küldött magára egy aktot, megmutatnám. Jaj, nem kell megmutatnia! Sokkal jobb sztori, ott van a James bácsi a szomszédban, az egy akkora alkoholista állat, az iszik annyi viszki. Szakasz, vigyázz! Hol vagytok? Végül más kapott, parancsnok. Tessék! Pihenj! Rátok fél. Most jövök a frontvonalról. Át tudunk jutni, parancsnok úr. Attól tartok, nem? Úgy tűnik, sötétedés után ki kell törni. Igenis, uram. Mindannyian önnel tartunk. Ja, tudom. Pont ez a problémám. Mondja csak, fiam, ha már így szóba elegyedtünk. Hányan is vagyunk mi pontosan? Nos, ön, én, Jenkins és a lelkész úr. Összesen négyen vagyunk, uram. Úgy, ahogy mondja. Viszont a tej és kifli adagunk összesen csak... Három személynek elég. Pontosan. Attól tartok, emberek, egyikünknek ma a másik úton kell távoznia. Uraim, önként jelentkező erre a nemes feladatra. Nekem már úgyis mindegy, parancsnok úr. Én már nem vagyok teljes értékű férfi. Igaz. És ha jobban meggondoljuk a dolgot, még a karjait is elvesztette, ugye? Igen, hülyén nézek ki. Az biztos. Javasolhatom, parancsnok úr, hogy sorsoljunk. A hadseregben így szokás. Nocsa, tényleg? Valóban? Így szokás? Hát akkor sorsoljunk. Hát az engedélyt megadom, tessék. Jenkins! Hülyen, uram! Muszáj, fiú! A szalma szága! Hülyen, uram! És most jövök a frontról, hát leüvöltjenek már. Szalmaszálmas sorsolás fog következni, ha jól hallottam az ordítozást. Aki a legrövidebb szálat húzza, az tudja, hogy mit kell majd tennie. Nagyszerű fiú, és most itt az idő. Mérjük össze, kinek mit hozott a sors. Uraim! Úgy tűnik, önnek jutott, uram. Csináljuk újra! Nyilván történt egy kis keveredés, érthetetlen okokból, ugye? Hát összekeveredtek a szalmaszálak, úgyhogy Jenkins fiam, gyorsan keverje meg, és új sorsolást kérek. Újra. Ez az így van, egyszerű. Jó? Igen? Uraim, mérjük össze! Megint önnek jutott, uram! Három az angol igazság! Új sorsolást kérek! Gyerünk, és ez most tényleg a végső, mindent eldöntő sorsolás lesz. Gyerünk! Keverje meg, jó fiam! Volt nézni? Itt vagyunk, nagyszerű, igen? Szóval, fiúk, itt az idő. Mérjük össze. Gyerünk! Szóval akkor... Én húztam a legrövidebbet? Vissza kéne, magálába úgy se kell. Na, az még nem dőlt el. Én húztam a legrövidebbet, igaz? Ez azt jelenti, hogy én leszek az, aki itt marad, és eldönti, hogy melyikőjük legyen az az ember, aki fejbe lövi magát a fegyverrel. Előre bocsátanám, fiúk, hogy ennek a döntésnek, a rangfokozathoz az ég egyet a világon semmi köze nincsen, hogy is lenne, ugye? Viszont, ha én élve átjutok, boldogan tudok javasolni önök közül bárkit úgynevezett utólagos hősi halott kitüntetésre. Igen, ez egy nagyon szép, megtisztelő, nemes
szép, igen. Valaki erre esetleg önként jelentkező a csapatból? Igen? Senki? Jellemző. Jó, akkor befejeztük a játékot, fiú. Hadd én eldöntöm, tehát vigyázz! Anyám, ezekkel harcolni. Tehát, figyelem, eldöntjük. Fagy. Oly nagy a fagy, mondd ki a vesztes, most te vagy. Nem jó. Állj. Pillanat, nyugodom. Kihagytam egy fagyot. Tehát, újra, még egyszer. Fagy. Oly nagy a fagy, mondd ki a vesztes, most te vagy. Nem, nem működik. Hát, mit csináljunk? Uram, javasolhatom, hogy játszunk. Egy krumpli, két krumpli, három krumpli, négy krumpli. Elég. Sat. Ugyan már, Jenkins fiam, ne legyen nevetséges. Hát ez itt a hadsereg. Játszunk kőpapírolló. Mert az aztán nem az. Elég volt előre nézve. Tehát akkor, figyelem, kőpapírolló, tehát karokat hátra. Háromra előre. Figyelem. Egy, kettő, három. Kő. Olló. A pillanat, az olló az mindent vár, igaz? Nem, uram. De nagy az egyetértés. Pedig ez egy nagyon jó olló. Akkor sem, uram. A lelkész urat még nem is néztük. Mindkét karja hiányzik. Tényleg? Ajjaj, te sajnálom. Jaj, szegény. Na mindegy. Fiúk, figyelem. Aki nem akar itt maradni és fejbelőni magát a fegyverrel, az most azonnal tegye föl mindkét kezét. Elég ebből az undorító színjátékból. Nyugalom, lelkész úr. Nyugalom. Nem, nekem beszélnem kell. Mikor idejöttem ebbe a seregbe, ebbe a háborúba, megvolt mind a két jó karom. Aztán, amikor az elsőt fel kellett áldoznom, boldogan tettem, mert tudtam, hogy az emberiség halad ezt a szabadság felé. Aztán, amikor a második karomat is fel kellett áldoznom, lehet, hogy furcsa hangzik, amit most mondok, de énekeltem, miközben levágták, mert tudtam, hogy minden levágott testrészemtől, minden esőcseptől egy új virág nyílik, egy kicsinke virág, mely az emberi áldozatvállalást szimbolizálja. Boldogak volt, mert a férfiak és nők egyenlőségben élnek. Idióták! Mi van? Most örülnem kéne? Na megyek, behúzom a függőt. Talán